Sziasztok srácok, üdv fiúk, lányok a csatornámon, de én csatornáján vagytok. Üdvözlök mindenkit, és a mai videó a Far Cry-nak az első komolyabb DLC-je. A House of Darkness, sötétség órája, vagy valami ilyesmi fordításba tudnám jelvenyészet fordításba lefordítani a címét. Az alaptörténet az az, hogy lezuhanunk egy helikopterrel, illetve többen is lezuhanunk, ugye itt háború zajlik éppen. Folytatjuk, már ugye játszottam a játékkal, nem fogom előre elkezdeni, most már valamennyivel jobb fegyvereim vannak, ami a hangtompítóval kiismerül. Egyébként nem lehet úgy tuningolni a fegyvert, mint a sima Far Cry 5-ben. Lehet, hogy ez is kicsapta pár embernél a biztosítékot. A játék grafikáját tekintve én nem mondanám azt, hogy totál ronda, de bizony most 2K-ban látjátok, ilyen textúrákat kell elképzelni. Egyébként ugye éjszaka zajlik a játék, én nem tudom, hogy ez fog-e változni későbbiek folyamán. A grafikát tekintve én nem mondom azt, hogy totál ronda, de mindenképpen visszalépés az 5-höz képest. Mint pályadizájnban. Hopp, 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 közben jönnek. Látjátok ezt a textúrákat, szóval ez nem az igazi. Két járőr kollega. Gyönyörűen tudjuk tegelni az ellenfeleken. De! Pont elesik! Hát hagyjuk már! Különböző járó csapatok, hölgyek is vannak egyébként, ugyanúgy a férfiak is vannak ellenfelek között, így ezt a pályát már megcsináltam itt. Egy egész komoly sniper cucc volt egyébként itt ebben a részben. Kérjünk el, egy kicsit félre bújok, hogy ne bántson senki, gyorsan végigszaladunk, hogy mik a feladatok, mekkora a térkép, végigmegyek az alapokon, hogy körülbelül képet mutassak arról, hogy mikre lehet számítani a játékban. Na lássuk, a térkép az körülbelül valahol itt indul el. Ugye látjátok, hogy ezt a részét jártam be eddig, és az egész térkép itt van egy kivonási pont, idáig kell eljutni, és közben vannak elvégzendő feladatok. Nem túl nagy egyébként a map, de azért jócskán el lehet járkálgatni benne, mire az ember jut, bármire is. Ugye itt külön ugye láthatjuk lebontva missziókra ugye a különböző küldetéseket. Sima ellenállókat is ki kell szabadítsunk. Ugye tornyokból is kell pusztítani, ugye megtalálni a rendes bajtársainkat, ebből három embert kell kiszabadítani, ilyen légvédelmi tornyokból kell elpusztítani egy csomót, illetve parancsnokokat kell likvidálnunk. Ezek a fő szálai a dolgoknak. Ugye én Jokert már meg is mentettem, de sajnos ő meghalt. Itt láthatjuk külön lebontva is, hogy ugye a challenge-ben mik szerepelnek, ugye magában a küldetésekben. Ugye a mozest kell még kiszabadítunk, megtalálnunk a bázist kiszabadítani, akkor Jokert. Ugye amit mondtam, ezek az ellenállásnak gondolom tagjai, ebből is megvan, hogy ugye 5-öt ki kell, látjátok, hogy nekem már 2 megvan. 9 darab ágyút kell fölrobbantanunk, illetve parancsnokból is meg kell ölnünk, négyet, ebből már nekem 2 megvan, lehet, hogy kicsit előrébb is vagyok, illetve gyújtókat tudunk gyűjtögetni a játékban, illetve propaganda hangszórókat is el kell pusztítanunk. Ugye itt vannak, ugye én ott megmentettem, de ő meghalt sajnos, eldobtam egy dinamitot és beleszaladt a zaj, sajnos nem tettek róla, úgyhogy azért vagyok most egyedül. Egyébként nem zavaróak az ellenfelek. A fegyverekre kitérve ugye gyújtókat is tudunk gyűjtögetni. Különböző íjak vannak, a robbanó íjak, illetve ez is valamilyen gyújtói, molotov koktél. A húsnak nem sok értelmét látom, annyi, hogy ugye vannak pumák a játékban, de megszelídíteni én nem vettem észre, hogy meg tudnánk, mert megeszi a húst, és utána ugyanúgy megtámad, nem tud megsimogatni, vagy bármi ilyesmi.
annyi, hogy oda tudod dobni esetleg, ha ellenfél van a közelben, és egy puma, akkor poén, hogy oda dobod, és akkor utána nyilván megtámadja őket. Szóval van olyan szinten irányítani tudod őket, de nem úgy, mint az alapjátékban. Van dobókésünk, dinamitunk, füstgránátunk, sima gránátunk. Ugye ez a robbantós, meg ez a sima érzékelős, nem is tudom, hogy ez robbanó anyag, TNT, vagy nem is tudom, hogy milyen anyagból van. Illetve hát ugye, ami szerintem nagyon önnyi a játéknak, az, hogy lehet kóban végig lehet játszani. Na de ennyit a történetről, a térképet bemutattam, itt látjátok, mondjuk érdekes, hogy nem lehet rányomni. Azt nem tudom, hogy miért így oldották meg. Mondom, körülbelül itt kezdődött a játék, és itt a kivonási pont, és innen mire A-ból B-ig eljutunk, ezeket a küldetéseket meg kell csinálni. Nem tudom, hogy számít-e, hogy most mindenkit kimentünk, vagy hát nyilván arra törekszik mindenki, hogy megcsináljuk a dolgokat. Itt van, amit mutatott hirtelen. Térképen kéne nekem betegelni valami olyasmit. Ugye itt vannak ágyúk is, de szerintem én ezeket az ágyúkat már bőven megcsinálhattam. Templom, igen, össze valahol itt zuhantunk le. Nem, várjátok, hülyeséget mondok, valahol itt zuhantunk le, itt indult a játék maga, ott is van ágyú, de azokat már biztos, hogy megcsináltuk. És most itt vagyunk, lehet, hogy itt van egy gyújtó. Próbáljuk meg összeszedni. Az a baj, hogy én úgy látom, hogy nem mindig mutatja, hogy a 300 méter. Van, amikor senki nincs a pályán, van, amikor hirtelen ránk jönnek, ha észrevesznek, minden irány volt. Y-nak tudjuk tegelni az ellenfeleket. És jönnek is, látjátok? Ilyenkor ugyanúgy szenved, mint az alapjátékban, és ilyenkor meg is kell hagyni, hagy szenvedjen. Gránátot dob. Ú, gyerekek. Elég agresszív, bement át a játék, elég nehéz. És az a baj, hogy ilyenkor, ha ugye észrevesznek, van pár energia életed, amit 2-3 maximum, és pillanatok alatt lerendeznek. És most nem halnak meg egy lövéstől, úgy látom. Nem mindegy, hogy hol találod el. Mellett közben meg lehet szívni. Illetve vannak itt különböző lejáratok, de már itt voltam egyébként, csak azért jövök be, hogy nem esetleg, de nem. Ilyen különböző lenti járatok vannak, ahol össze lehet szedni. Muszáj voltam lejönni, mert annyira nem volt életem, gyerekek. Igen, ez a fegyverek tekintetében egyébként nem lehet ok panaszra. Nagyon sokfajta fegyverünk van. Olyan föltankolok egy kicsit. Ilyen föld alatti bázisból egyébként elég sokat találunk a játékban. Valamelyik egész kiterjedt. Muszáj voltam lejönni, gyerekek, mert megettek volna reggelire. Normálon van a játék, ugye a Q-val tudjuk külön a fegyvereinket rakosgatni, meg állítgatni, hogy éppen mit, mi az, amit... Hát visszaváltunk késre, én azt mondom. Be fognak jönni utánam, az a baj. Ott valami ellenálló halt meg éppen. Elég combosra sikerült ez a része, de bizonyos szintig. Aztán van egy csomó olyan idő intervallum a játékban, amikor csak járkáltok, és nem igazán találtok semmi ellenfelet igazából.
jó, hogy meghalsz, haver. A lövés egyébként rohadt jól meg van csinálni, gyerekek, muszáj ezek visszaállni, kiírnak. Úgy sokan vannak. Gyertek, genyó. Bombázás. Jaj. Igen, tarackot is tudnak használni ellenetek. Mortárt, hogy... Ez ugyanúgy benne volt az előző cuccban is. És lőtt, hogy folyamatosan lőni fog. Kemény. És ezt be is nyaltam. Na jó, hát velem nem basztok ki, akkor kimegyek máshol. Hú, mennyien ide gyűltek, te jó ég! Szóval el lehet lenne a játékkal elég sokáig. Nyilván kóban jobb, persze. És ez a mortáros gyökér. Rohadjál meg. Na, akkor visszajátszunk, gyerek. Hagyni kell ilyenkor, hagyj szenvedjenek, hagyj jöjjön a többi. Ilyenkor ugye szenved a kollega. És kitörtem a lábom, annyira tudtam, hogy elrontom. Szóval, mint látjátok, nem olyan egyszerű. És egy picit akartam csak előrébb haladni, hogy előrébb menjek, és ugye nem sikerült a dolog. Hanem kivéreztettek. És ez a normál fokozat, nyilván van olyan hardcore fokozat, hogy folyamatosan álmosan lövöldöznek az emberre. Úgyhogy a legutóbbi mentéshez dob vissza a játék. Körülbelül legalább láttátok, hogy mi a metodika, és bizony jó, lehet bokorról bokorra is haladni, tény. Nyilván. Meg folyamatosan nézed, hogy mihol, merre, hány méter. Gyere, genyó! Rohadj meg! Halljál már meg, haver! Hát hány lövés kell nektek? Hú, van meg! Azt a rohadt! Na, mi van ezekkel, te? Hogy vette észre, és miért? Nyolcvan irányból. Ez a baj, ha egyszer meglátnak. Hát akkor rámegy, hogy megmentse. Na, hát nem hagyjuk. Nagyon izé, nézd meg, minden irányból jönnek. Hú, gyerekek! Szívás! Nagyon be vannak combosodva a srácok. Ami azt illeti, igen, itt is volt egy felrobbantani való ágyú téma, de ezen már túl vagyunk. Tovább menekülünk, gyerekek, mert annyira túlerőben vannak, és annyira minden irányból támadnak, hogy...
Nagyon nem is tudok mit csinálni ellenük. Majd elveszítenek, de azért keresni fognak ott minket. Észrevettem, hogy egy... Gyújtókat a különböző lezon katonáktól tudjuk összeszedni egyébként. Ez mi ez a madára? Sas volt, ezt nem is láttam. Pár órája már. Szóval látjátok, hogy folyamatos harcok zajlanak, nagyon nincs ideje az embernek pihenni sem. Na most itt elvileg valahol kéne lenni egy gyújtónak. Meg ezt a területet nem vágom egyébként, ez valami nagyon csúnyán kiégett gázos terület amúgy. És érdekes, hogy ők járkálnak, mint a disznóval küzd a Joe. És hol vett észre? Ja, hogy ott van. Hallod, ez mi? A tömeg. Elfogyott a lőszerem. Kemény, mi? Nem nagyon hagynak érvényesülni, ami azt illeti. Mindenhol ott vannak, szóval maga a feeling szerintem okés. Rohadj meg. Ugye van AK is, de mi a nincs egy tompító, én ezt most nem nagyon szeretném alkalmazni. Beváltunk az ütlegelős témára inkább. A pályának ezen részén, ez a füstös része nem nagyon jártam még. Gubbasztani kell ilyenkor, mint szar a fűben, mert látjátok, hogy igen combosan tolják a témát. Na most itt valahol volt egy ejtőernyő, itt valahol lenni kell egy emberkének. És ha megnézzük a térképet, igen itt vagyok. Sögyulunk, lapítunk, mint szar a fűbe, muszáj. Csak állatok. Lehet, hogy ez már a mapnak a széle is így van megoldva. Ott mutatja. Hát oké, hogy ott mutatja. Anyádat! Kilutani ki tudjuk, de csak húst ad. Igazából. Oké. Akkor és oké, és te hol van itt a... bármi. Aha. Megvan. Egyetek már három van meg a nyolcból, szóval ilyenek a küldetések körülbelül. És azt nem vágom, hogy... nem is vagyok a szélén pedig. Szóval még azt sem mondhatom, hogy... Nem értem, hogy mi ez a füstös téma. Igazából. Kéne találnom egy helyet, mert nem nagyon van lőszerem. Ott van egy torony.
ott is rohangálnak. Folyamatos mozgás, mert inkább a Stalker volt hasonló, még akkor egyedinek számító történet volt, ugye, hogy nem tudom, hogy itt voltam-e. Fogalmam nincs, hogy itt voltam-e. Meg hogy ott mi az a gázizé, azt nem vágom. Még már jó pár órát toltam a játékból. Hát grafikussal látjátok, hogy hogy néz ki. Nyilván lehetne szebb is. Szerintem csak egy fokkal szebb az alap. Far Cry 3 is járt ugye a módhoz, a 3. Hát fölraktam, hát bizony gyerekek, nem egy szép megoldásban van Rizsföld. Ez kamuház. Ja, nem, ez a pálya eleje. Egy nagy drótkötéllel kellett, azt hiszem, hogy ez a pálya eleje, de nem biztos, megnézzük. Látjátok, most csönd van. Pedig 1542-tel jöttek az előbb. Van a bélet. Ugye van a lángszóró is, de hát most igazából, és ezt csak sniperre lehet kicserélni. Hát nem néz ki rosszul, szó se róla. Hát nekünk nyilván a sniper kell. Ó, sikerült begyulladnom. Fölgyújtottam az egész szállat, de nem hiszem, hogy leégne. Már aztán lehet, hogy... Hát ez nem így bírok kimenni, nem már. Nem már van-e. Mi vagyunk itt. És itt, mint látjátok, ami még egy kis negativitást jelentett a játékban, az az, hogy nagyon sok ilyen kihalt falu. Itt bezzeg nincsenek járőrök, vagy az, aki védeni a tornyot, vagy akármicsoda. És akkor van így, hogy hosszú percekig igazából semmi nem történik. Próbálsz haladni, nyilván. Itt egy sniper, és tompítós már, úgy látom. Igen, a másik dolog, nem lehet a játékban a fegyvereket tuningolni, mint ami az ötbe volt. Hanem egyszerűen találsz majd jobbat. Ez egy bázis. Aha, te beszélgetsz valakivel, értem. És ezért kellene igazából a hangtompítós dolgok. Pont ezek miatt a dolgok miatt. Aha, ez egy nagy bázisnak tűnik. Csak szerintem én már itt jártam. Van egy olyan érzésem igazából. Elég sok kamuház is van, ahova nem lehet bemenni, csak úgy van. Nyilván design látványelem szempontjából jó. Egyedül négyen voltak, az létezik. Igen, és itt valamilyen gázt állítanak elő, vagy én nem is tudom, de valami hasonló dolgot. Csomó ilyen föld alatti helyszín van egyébként a játékban. És ez elég mély. Igen, és ez gázos, mert a levegőn látszik. Ez a gáz, ez nem tudom, hogy... És próbáltam kilövöldözni, meg ilyesmi. Nagyon nem lehet valamit csinálni, legalább medkitet találtunk. És ezzel el van telítődve az egész balhé. Valójában, ahol egész le lehet menni. Három szor távolabb, egész ilyen három szint lefelé, és egy teljesen más helye jössz ki. Na jó, innen kijövünk, mert ennek nem sok értelme van. Az a baj, hogy pont arra jöttem vissza, amerre nem kellett volna. És közben milyen látjátok, szerintem hangulatügyileg megvan a játéknak a sztája.
Nagyon sok negatív érdekességen azért jött, mert valami probléma volt az aktivációnál, és nem tudták sokan beaktiválni, meg kulcsot kért, meg szórakozott, meg mit tudom én, és ugye nagyon sokan megvették, relatíve nagyon sokan megvették ugye pakban. Nekem is úgy van meg, úgyhogy nem tudom azt mondani, hogy 11 euróért ez nem elég jó. A kóp miatt, a vietnámi hangulat miatt, akinek ez bejön, annak biztos, hogy tetszene a játék maga. Jó volna találni egy bázist egyébként, lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy majd megpróbálok keresni valami olyan bázist, ami nekünk kell, legalább egy emberkét kiszabadítani. És itt a pályadizájn is furi egyébként azzal együtt. A fák elrendezése is a nagyon egy sarkossal lettek egy szög beleragdosva. Kicsit furcsa maga a dizájn. És itt ki lehet kerülni azt a részt. Ez a rész, ez mi ez a rész? Ezt nem vágom. Itt valami nagyon csúnya gáztéma. Ilyenkor lehet egyébként airstrike-ot kérni, ugye a légi csapást. Abból 5 darab van. Ajajaj, anyádat. Itt valahol valaki van. És ott is még... jó, azt hagyjuk! Nem akarunk most belefutni senkibe. Textúrákon kívül egyébként... Aha. Out of bounds, return before spawn. Hát jó, pályaszélén vagyok. Pedig itt van egy izé. Egy propaganda, és ez még nincs is meg nekem. Akkor megpróbáljuk arra venni az irányt, ami arra van, jó. Aha, és ez egy bázis. Plusz egy torony. Igen, ilyenkor ugyanúgy felfedezzük a szitukat. Itt kell kimenteni majd egy faszit. Eszem egy alapcsávot, de nem baj, legalább látjátok, hogy körülbelül mi a metodika. Tele van emberrel. Hát ezek megtámadnak? Hello. Nyilván ilyenkor érdemes anyádat, meg ne lássál valamit. Már szól is a propaganda hangszóró. Sniper is van. Több is. Bedurvázzuk a dolgon. És bedurvázzuk. Csak azért, hogy lássátok. Most 3 légi csapást kértem a helyre. Legalább így láttátok magát a légi csapást is, hogy milyen. Fú, de mákja volt. Beriasztotta a helyet. Az nekünk semmiképp nem jó. Megvárjuk, honnan jönnek. Nem lehet szétlenni a hangszóra? Nem. És jön föl, ciao. Ó! Ez mi volt? Aknavetővel rohangálnak, halad? Ez ilyen hülyeség. Ezren vannak. Az szép volt, haver. Lassan, a szégyen a futás, de hasznos. Meg a jó anyukáját annak, aki kerget. Nem is láttam ilyet, hogy aknavetően jönnek.
Rohadj meg! Usem öt kitől. Arra hagyjon meg. Szájba lőttem. Majdnem dájó van, gyerek. Igen, hülye voltam, ki kellett volna előtte lőni a csával. Hát hány lövés bírsz, haver? Bebugolt, vagy ez mi? Na végre. És ugyanígy van akkor egy ilyen felszabadításos, de ez a szokásos körbeforgós téma. Akkor bejelentkezünk, hogy mi újság. Annyi a különbség, hogy ilyenkor bizony jönni fognak az ellenfelek továbbra is. Nem, ez velünk van. Akkor ez nem is sima volt. Innentől kezdve ő segít, de sajnos meg tud halni, szóval... Lózást mentettük meg, akkor megvan a második ember, gyereke. Tök jó. Your friends cannot help you. They have been captured. We have them. You think we lie? Private Walker. Private Chavez. Mire sötét a pálya, nem látom, hogy... You want to see your friends again? Hogy hol szól ez a retek? Give up now. Python 25. Be smart. Aha. Save your friends. A háromban, a nyolcban. Jó van, srácok, azt gondolom ennyi elég egy résznek, kepcsinálónak. Körülbelül ilyen, ugye a végén négyen is tudunk rohangálni, hogyha mindenki életben van, de mondom, nekem sikerült neki beleszaladni valami cuccba, ami miatt egy dinamitba konkrétan, amitől meghalt a kollega. Innentől kezdve őt is tudjuk utasítani, fú, de sötét a kép. Úgyhogy ennyi volt, hiába kapott nagyon sok negatív értékelést, el vagyok vele. Rengeteg órán bele lehet tolni, kóban nyilván, haverral, spannal sokkal jobb ketten tolni ugyanúgy a pályákat, és utána esetleg följebb húzni, ha túl könnyű, és kitaktikázni a dolgokat. Úgyhogy ez volt a House of Darkness. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, ha szeretnétek infót kapni, mikor teszek fel újabb videót, vagy mikor live-ozok, akkor pedig iratkozzatok fel a csatornára, Dead End voltam. További kellemes napot nektek, és jó fárkályozást, hogyha esetleg ezt toljátok. Sziasztok!